Egyeztetést kezdett a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága a 2025. évi pedagógus béremelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel, közölte a tárca hétfőn az MTI-vel. A kormány célja a lehető legjobb oktatási rendszer működtetése, melyben a pedagógusok teljesítményét értékeli és elismeri. A kormány 2024-ben történelmi mértékben átlagosan 32,2%-kal emelte a pedagógusok bérét. A pedagógusok átlagbére jelenleg bruttó 693 ezer forint. A diplomás átlagbér 72,2%-a, írták. Hozzátették, a pedagógusok létszáma az elmúlt egy évben mintegy 3000 fővel nőtt. Pedagógus képzésben 15 ezeren kezdték meg a tanulmányaikat. A nyugdíjba vonulók többsége tovább szeretne tanítani. A jövő évi pedagógus béremelés célkitűzése a 2025-ben várható diplomás átlagbér 80%-ának elérése. Ez a tervek szerint további 20-21%-os tanárbéremelést jelent. A források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. A szaktárca a 2024. november 4-én kezdett egyeztetéseket december végéig kívánja lezárni, közölte a Belügyminisztérium. A magyar családok, a fiatalok és a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a 11 kérdésből 6 a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést. A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt két lépésben megduplázzák, jövő év nyarán és 2026. januárjában, jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a családi adókedvezmény a magyar családpolitika legkedveltebb eleme, 86%-os az elfogadottsága. Hozzátette, hogy a családi adókedvezmény révén mintegy 3600 milliárd forint maradt a családoknál. Az intézkedés 1 millió családot és 1,7 millió gyermeket érint. Kitért arra, hogy a kormány elkötelezett a hagyományos családmodell mellett, és erősíteni kívánja a családok anyagi biztonságát is. Ennek érdekében 2010 óta 30 családpolitikai intézkedést vezettek be. Nagyon népszerű a családi adókedvezmény intézménye Magyarországon. A 2011-es ismételt bevezetése óta a kormány 3600 milliárd forinttal tudta segíteni a magyar családokat, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Kondt Zsófia emlékeztetett, hogy a kabinet a tervek szerint a duplájára emeli a családi adókedvezmény összegét a következő időszakban. A két lépésben történő emelést 2025. július 1-től és 2026. január 1-től tervezik bevezetni. A támogatás mértéke egy gyermekes család esetén a jelenlegi havi nettó 10 000 forintról 20 000 forintra, két gyermek esetében havi 40 ezer forintról 80 ezer forintra, három gyermekes család esetében pedig 99 ezer forintról 198 ezerre emelkedik majd, ismertette az államtitkár. Megjegyezte, a támogatást a várandóság 12. hetétől igénybe tudják venni, illetve 2014-től már nem csak a személyi jövedelemadóból, hanem a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető a kedvezmény. Kondt Zsófia kiemelte, hogy a családi adókedvezmény megduplázásának ügye a nemzeti konzultációban is hangsúlyos szerepet kap. Ez egy nagyon fontos célkitűzése a magyar kormánynak. Az államtitkár a műsorban arra biztatott mindenkit, hogy ebben az elképzelésében támogassa a kabinetet. A fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a legnagyobb ételfutároknál. A vizsgálat többek között a kiszállított ételek állapotára, a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos problémákra, valamint a fogyasztó kompenzációjára vonatkozik, jelentette be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közlemény szerint az utóbbi hetekben megnövekedett az ételfutárok tevékenységével kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszok száma. A jelzett problémák valamennyi nagyobb ételkihordó céget érintik, többek között a Voltot, valamint a Fudorát is. Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben is,
hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve hogy a kiszállítás nem megfelelő. A nemzetgazdasági miniszter ezekre a panaszokra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében rendkívüli vizsgálatot rendelt el ezeknél a vállalkozásoknál. A kormány döntésének megfelelően nettó 200 ezer forint jutalomban részesülnek az árvíz elleni védekezésben az egyes helyszíneken közvetlenül résztvevők, illetve azt irányító állami alkalmazottak, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MT-vel. Katonák, vízügyi szakemberek, hivatásos katasztrófavédők, rendőrök, honvédelmi, büntetésvégrehajtási és kormányhivatali alkalmazottak, valamint polgárőrök és önkéntes tűzoltók kapnak jutalmat. Mint írták, a jogosultak véglegesítése megtörtént, a jutalmat novemberben hóközi kifizetéssel kapják meg. Magyarország népe 1956 őszén egyként állt ki a zsarnoksággal szemben, és bár akkor hamar véget ért az álom, a magyarok bátorsága örökre példát mutat a világnak, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn a Veszprémi várban tartott megemlékezésen. Fülöp Attila a Nemzeti Gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, Brusznyai Árpád emléktáblájánál úgy fogalmazott, hogy október 23-a minden magyar számára a szabadság, a győzelem, az igazság dátuma, november 4-e pedig a hazaárulásé, az eltiprásé és az igazságtalanságé. A hősök kiállása arra kötelez bennünket, hogy ne feledjük, mit jelent a szabadság, emelte ki. 1956 szelleme hív minket, hogy legyünk méltók az előttünk járók áldozatához, hogy álljunk ki Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Az emlékezés ereje abban rejlik, hogy tovább visszük mindazt, amit elődeink hagytak ránk, fogalmazott az államtitkár. Az utazóközönség visszajelzései alapján változnak, egyszerűbbé válnak a kutyák és gazdáik utazására vonatkozó szabályok a MÁV csoportnál. Kettől minden helyjegyes vonaton szállítható kis és közepes termetű, 20 kg-nál nem nehezebb kutya, zárt, doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. A MÁV ZRT azt közölte az MT-vel, hogy a többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes, egy évnél nem régebbi oltási igazolványát is be kell mutatni, valamint továbbra is kutyajegyet vagy kutyaországbérletet kell váltani az állat számára. Hangsúlyozták, hogy a 20 kg-nál nehezebb nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyes vonatokon és csak a kocsik peronján szállíthatók, az utastérben nem vihetők be. Számos szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket Komáromban az Arany 17 rendezvényközpontban a hétvégén. Az egészségnap végén dr. Pap Lajos professzor tart előadást az egészséges életmódról. Olá Gábor, a Magyar Vöröskereszt területi koordinátora a Komárom podcastben elmondta, november 9-én 10 órakor kezdődik az egészségnap. Ezúttal egynapos eseményt szerveznek, egészen 16 óráig várják az érdeklődőket. A vizsgálatok között lesz vastagbélrák szűrés, vércukorszintmérés, húgysavszintmérés, vérnyomásmérés, oxigénszintmérés, dietetikus tanácsadás, csontritkulás szűrés, meridián szűrés, bemerkezelés, lágy lézerkezelés, látás és hallásvizsgálat, demencia és szürkehályok szűrés. Ez utóbbi először szerepel az egészségnap programjában, és nem csupán az idősek számára fontos, hiszen egyre többször már a 40 év felettieket is érinti ez a betegség. Minden szűrővizsgálaton ingyenes a részvétel. Az egészségnap végén dr. Pap Lajos professzor tart előadást az egészséges életmódról délután 5 órától. Csütörtökön éjjel helyenként köd képződik, majd derült napos száraz idő várható. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a minimum hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2, a maximum 10 és 15 fok között alakul. Pénteken az éjszaka képződő köd feloszlását követően derült napos száraz időben lesz részünk.
A hajnali mínusz 4 plusz 2 fokról általában 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton is a köd után többnyire derült, napos, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a csúcsérték 10 és 15 fok között valószínű. Vasárnap is napközben derült, napos idő lesz, csapadék nem várható, a légmozgás is jobbára gyenge marad. Hajnalban általában mínusz 3 plusz 2, míg délután többnyire 9 és 14 fokra számíthatunk. A jövő hét elején pár fokkal csökken majd a nappali hőmérséklet.